No, itt vagyunk Kolonyi központjában, és itt látható előttünk a világgazdasági fórum központja, a headquarters, hogy ők mondják, onnan irányítják a világot. Az elmúlt években brutálisan felpörögtek a világgazdasági fórummal kapcsolatos tartalmak, különösen a koronavírus járvány óta terjednek a különböző félinformációk, féknyúzok -ok és összeesküvés elméletek. És bár az elmúlt időszakban számos cikk próbálta cáfolni ezeket az értesüléseket, mi most egy másik perspektívában próbáljuk bemutatni azt, hogy egyrészt miért nincs valójában jelentőség ennek a Jamborinak, másrészt pedig, hogy mire volna valójában inkább érdemes figyelnünk ezzel a nemzetközi felcicomázott networking kapcsolatban. Torockai László sugalmazott kérdésekkel sejtelmes zenehasználat igyekszik azt súlykolni belénk, hogy Klaus Schwab valami fajta globális mastermind lenne, az igazság azonban az, hogy valójában a világban zajló folyamatokra való ráhatása elenyésző. Ne legyen félértés, Klaus Schwab is tagja annak a globális pénzügyi és politikai elitnek, amely minden kritikát megérdemel. Ugyanakkor a világban zajló folyamatok sokkal komplexebb eredőkből állnak össze, intézményi, személy és egyéb érdekek eredőjéből, amelyeknek a megértéséhez egész egyszerre le kell számolnunk a tévhitekkel és a leegyszerűsítő magyarázatokkal. Ennek szellemében tehát most következzék az igazság a Davoszi Világgazdasági Fórumról. Az idei találkozó sláger témája a polikrízis fogalma volt, vagyis, hogy valóban egy egymásra torlódó válság együttes korát éljük-e. Emellett pedig előkerültek a globalizációval kapcsolatos legfontosabb dilemmák is. What's driving the shift in trajectory on globalization that we see right now? Yeah, I, mean I like your Your connection of this theme with the polycrisis idea, because I think the, what we do have to wrap our heads around is the conjunction in a particular moment of really very diverse and sort of inchoate almost factors which don't reduce to a common denominator. Well, I have to confess I don't like the word polycrisis, and I'm also somewhat skeptical of, of geopolitical recession as a term. I mean, this is just history. Abban kevés vita volt a résztvevők között, hogy komoly változások zajlanak már most. A legfontosabb gazdasági régiók vezetői, így például Kína és az Egyesült Államok is új fejlesztési terveiket lobogtatva érkeztek a fórumra. Most, hogy vége az író Covid időszakának, Kína visszatért, jelentette be Liu Han miniszterelnök helyettes, az amerikai delegáció pedig az infláció csökkentő törvénycsomaggal turnészatott, amelynek keretében történelmi léptékű újraiparosítási zöld átállási projektekbe száll be az amerikai állam. Az európai vezetők pedig nagy pislognak és bíznak amerikai partnereik jó akaratában. Kind of Akárcsak csak a fejlődő országok képviselői, akik attól tartanak, hogy most, amikor a szabadpiaci globalizáció helyét a befektető újraiparosító állam szerep felfogása váltja föl, nos ők egyszerűen megint csak a sor végén találhatják majd magukat. Az indiai központi bank korábbi vezetője újságírótak már úgy fogalmazott, ez a gazdag országok játéka lesz. Azok az országok, amelyek szegényebbek, vagy a fiskális mozgás terük kisebb, nos, ők ebből kimaradnak. A 2023-as találkozó fő pontjai után térjünk rá részletesebben is a világgazdasági fórum ismertetésére. Következzen tehát 3 plusz 1 pont, összeesküvés elméletek és tévitek nélkül. Első, a világot nem a világgazdasági fórum irányítja. A világgazdasági fórum kapcsán terjengő téfitek közül talán a legkártékonyabb az, ami azt föltételezi, hogy itt valami fajta konspiratív módon egy szűk elit végzi a világ irányítását. De vajon hogyan tudná a világ valamennyi országában a kormányok döntéseit, mondjuk az új világrendet, a Great reset meghirdető Klaus Schwab, a világgazdasági fórum elnöke befolyásolni. Ne legyen félértés, és a rendezvényel kapcsolatban minden felháborodás és dű teljességgel megalapozott, hiszen mit is látunk? Azt, hogy a globális pénzügyi, média és politikai elit Elzárva a nyilvánosságtól találkozik, szivarszobákban összegyűl, konferenciázik, előadásokat hallgat meg, a szabad idejében pedig a lankákon síel, snowboardozik, illetve jól tölti az idejét, miközben az embereknek a munkaikon kell dolgozniuk, és aggódniuk attól, hogy ki fogják-e tudni fizetni a számláikat. Ez a súlyos egyenlőtlenség élesen mutat rá a társadalmi rendszerünk alapvető működésképtelenségére. A helyzethez hozzátartozik azonban az is, hogy a világgazdasági fórum jelentősége egyre inkább csökken. A legfontosabb nagyhatalmak top vezetői nem vettek részt idén sem például, illetve a nemzetközi pénzügyi sajtó részéről is évről évre több írás születik, amely a Davosból való kiábrándulást, a rendezvény jelentőség tárgyalja. Ha valóban a világunk sorsdöntő kérdéseit eldöntő esemény lenne, akkor politikusok, cégvezetők és médiamunkások számára is egy egyértelműen kihagyhatatlan rendezvény lenne, de egyszerűen ez ma már nincs így. Arról már nem is beszélve, hogy a multinacionális nagyvállalatok, de a sok millió lakosra rendelkező országok jövője szempontjából is számos olyan globális, strukturális meghatározottság van, amelyet egy svájci borkostolás vagy munkavacsora sem képes felülírni. Az amerikai egyban kamatpolitikája vagy a szövetségi állam költségvetése komplex szakmai politikai folyamatok, érdekharcok eredménye, amely aztán kihat és nagyban meghatározza számos piaci szereplő döntéshozását is. Hasonlóképp a kínai termelés újonani felpörgetése, vagy az Európai Uniós tagállamok energetikai átállása, Oroszországról való leválása sem füstös szobákban, vagy személyes egyeségekben döltek el. Persze nyilván számos informális folyamat is részét képezi ezeknek a történéseknek, de ha a világot érdemben megérteni akarjuk, akkor ahhoz a rendszer szintű folyamatokkal, valamint az egyes országokat, iparágokat és társadalmi osztályokat jellemző érdekekkel és célokkal kell tisztában lennünk. Nem személyes viszonyokon, vagy a világgazdasági fórumon megejtett hivatalos vagy nem hivatalos találkákon fog múlni az, hogy az Egyesült Államok egy új stratégiai irányt választ iparpolitikájában, vagy hogy továbbra is érdekének tekinti, hogy bizonyos fegyverekkel segítse az ukrajnai hadsereget. Talán egyes részletkérdésekben, egyes ipari szereplőkkel kötött dílekben szerepet játszik a Davoszi rendezvény, vagy az ukrajnai delegációnak esélye lehet javítani a helyzetén, ahogy az is jelent valamit, hogy nem szerepeltek idén oroszok a meghívottak listáján. Azonban a gazdasági rendszerünk, vagy pláne az ukrajnai háború annyira összetett és bonyolult kérdések, hogy egész biztosan nem ebben a pár napban dől el a sorsuk. Egész egyszerűen ezek túlmutatnak azokon a kompetenciákon, amit 2000 ember, akik a meghívottak között szerepeltek, illetve a világgazdasági fórum alkalmazottai képesek lennének eldönteni. A világ egész egyszerűen ennél összetettebben működik. Második, Davos a nagyvállalati kapitalizmus PR eseménye. Hogyha nem a svájci alpokból élőben streamelt konferenciáról irányítják okkult erők a világ eseményeit, akkor fölmerül a kérdés, hogy mégis mi a funkciója ennek az évente megrendezett, szuper gazdag jamborinak. A Davoszi konferenciának minden évben van valami aktuális, jól hangzó témája. 2009-ben például a válság utáni világ alakítása volt a Buzzword, 2013-ban a reziliens dinamizmus, bármit is jelentsen ez, 16-ban a negyedik ipari forradalomról elmélkedtek az egybegyűltek, egy évvel később pedig a felelős és nyitott kormányzásról. A 2018-as konferencia témája pedig az volt, hogyan lehet közös jövőt teremteni egy széttöredezett világban. Ha más nem is, az mindenképpen kiolvasható ezekből a fantasztikus marketing munkával megalkotott szlogenszerű valamikből, hogy a világgazdasági fórum önképe ez, a globális, politikai, kulturális és pénzügyi elit tagjai összeülnek, hogy kezelésbe vegyék a világ nagy problémáit. Más szóval, a globális kapitalizmus jobb, törődő arcát mutatják, és azt állítják magukról, hogy a világ összes komplex társadalmi problémájára van valamilyen profitelvű, lehetőleg egydimenziós technológiai megoldásuk. Magyarán, hogy a vérző szívű gazdagoknak minden problémára van valamilyen eladható orvosságuk. Ezeknek a megoldásoknak a komolyan lehetőségét azonban jelentősen rontja a tény, hogy a világgazdasági fórum nagyvállalatainak, donorjainak, partnereinek épp csak a saját felelősségükkel nem sikerül számot vetniük, amikor a globális problémák kialakulásáról értekeznek. This is my first time at Davos, and, uh, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about you know, how we're wrecking the planet. Épp ez a lényeg, ez az elsődleges funkciója, hogy elhitesse velünk, hogy például a globális klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez nem a foszilis energiában utazó nagyvállalatok profitjának a letörésére kell törekednünk, hanem csak szépen csendben kivárnunk, hogy érkezzen valamilyen szupertechnológiai raktapasz, amit majd megveltünk tőlük. Az idei konferencián ilyen volt a fúziós energia körüli hype. Mindez csak azért, mert fél évszázad megannyi kísérlete után végre először sikerült úgy összeolvasztani két hidrogénatomot, hogy a folyamat elvileg több energiát szabadított fel, mint amennyit felemésztett. Ez persze hatalmas tudományos eredmény, ami először bizonyítja empirikusan, hogy termelhető ilyen módon energia. Csak mire ebből hétköznapi szinten bármi is alkalmazható, addig az emberi civilizáció valószínűleg már összeomlott a környezeti katasztrófák következtében. De mindegy is, mert amíg a fúziós megváltáson pörgünk, addig sem azzal foglalkozunk, hogy az olajvállalatok hogyan nyerészkednek az emberi civilizáció kárára. And uh, I mean, I hear people talk in the language of participation and justice. And equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters fighters conference and no one's allowed to speak about water. Meglehetősen pikáns, hogy miközben a szegénység és az egyenlőtlenség miatt vérzik a Davosziak szíve, akközben föl sem merül, hogy rendesen adóztassák meg a nagyvállalatokat, hogy tiltsák, de legalábbis korlátozzák az offshore-ba menekíthetőség lehetőségeit. Ehelyett Sharon Stone rögtönöz jótékonysági aukciót szunyokháló vásárlására, hogy ezzel segítség a maláriától szenvedő tanzániai embereket. I've really, uh, enjoyed Being here in uh, Davos, it's very new to me and very moving to me. Um, and I just feel like it might, it's very moving and it right, might really amount to something. And I was particularly moved by President Nkapa and by his urgent need of today. Um, so if you don't mind, I'd like to offer my help and support to you. And I'd like to offer you $10,000 to help buy you some bed nets today. And would, um, my honor, would anyone else like to be on a team with me and stand up and offer some money and help him as well? 50 000. 50 000. A szimpatikus PR akcióban 5 perc alatt 1 millió dollárnyi felajánlás érkezett az egybegyűltektől. Persze utólag már csak 140 ezer dollárnyi tényleges pénz érkezett be, a fennmaradó több mint 800 ezer dollárt az UNICEF pótolta ki. Az ENSZ tagállamok adófizetőinek pénzéből támogatta meg a színésznő emberbaráti imidzsét. Harmadik, a Davoszi szellemiség lényege, hogy minél távolabb tartsuk a döntéseket az emberektől. Bármilyen összeesküvés Emlet csak akkor működik igazán jól, ha van benne akár csak mikroszkópikus méretben is, de valamilyen igazságmag. Nincs ez más, hogy a Davoszi gyík emberek irányítják titokban a világot típusú baromságokkal kapcsolatban sem. Thank you! To his excellency. A filozófia, amelyet a világgazdasági fórum évtizedek óta hirdet, valóban arról szól, hogyan lehetne a világ országainak állampolgárait minél inkább kizárni az őket érintő döntéshozatalból. Ennek tökéletes kifejezése az az elképzelés, amely stakeholder kapitalizmusként híresült el, és amelyet a világgazdasági fórum alapítója Klaus Schwab így foglal össze. We are witnessing a mindset change. I think we are moving from the priority of uh, short-term shareholder profit maximization to a world which is characterized much more by stakeholder responsibility. i feel um, this um, uh, mindset change uh, is essential if we want to move from a world which is just based on material objectives like GDP and so on to a world which is much more conscious of the well-being of people. Elsőre teljesen ártalmatlanak sőt jóindulatlanak hangzik, nem? Ki azt, hogy a nagyvállalatok ne csak a profit érdekeiket, hanem a szélesebb társadalmi érdekeket is figyelembe vegyék a döntéseik során. Ki tiltakozna azzal szemben, hogy vonjunk be azokat is a döntések kialakításába, akiknek valamilyen többlet, tétje, Érintettsége van az adott döntéssel kapcsolatban. A trükk épp abban érhető tetten, hogy a demokratikus nemzetállamok elvileg épp ezt csinálják. Közvetítenek mediának a különböző értékek és érdekek között, amihez ráadásul népi felhatalmazásuk van. A stakeholder kapitalizmus lényege, hogy az állam csak egy, sokszor harmad, negyedleges szereplő, sok más érintett fél, elsősorban a nagyvállalatok mellett vagy mögött. Viszont az összes többi szereplő legyen szó cégekről, nem kormányzati szervezetekről, szellemi és kulturális elitekről, semmilyen demokratikus felhatalmazással nem rendelkeznek, semmilyen módon nem elszámoltathatók, nem felelősségre vonhatók a világ állampolgárai által. Ebben a mátrixban tehát a föld lakosságát elviekben képviselni hivatott nemzetállami kormányok kisebbségbe szorulnak a magán érdekeket képviselő cégekkel szemben, sőt, sokszor arra kényszerülnek, hogy finanszírozzák a magáncégek aktivitásait az állampolgárok, az adófizetők pénzéből, anélkül, hogy ezen állampolgárok igazából beleszólhatnának abba, hogy mire és mennyi pénz megy el, sőt, hogy részesülhetnének a magáncégek által megtermelt javak eredményeiből. Az elmúlt évek járványkezelése pontosabban a vakcinák fejlesztése és szétosztása kiválóan példázza mindezt. A koronavírussal szembesülve villámtempóban beindult a vakcinák fejlesztése, amiben a nemzeti kormányok az adófizetői pénzekből Masszívan befektettek. Az Amerikai Orvosi Szövetség lapjában megjelent friss kutatás megnézte, hogy a 2020. januárja és 2021. augusztusa között végzett közel 2000 klinikai vizsgálat, amely a fertőzés kezelését szolgálta, honnan kapta az anyagi fedezetét. A kutatók arra jutottak, a pénzügyi források 57,9%-a a kormányzattól, 27,3%-a a gyógyszeripari cégektől származott, a fennmaradó 14,8% pedig a köz- és magánegyüttműködésből, úgynevezett public-private partnership jött. Ami önmagában még nem is probléma, a gond ott jelentkezett, hogy ezek a vakcinák utána piaci termékké váltak, és az értékesítésükből szerzett profit a gyógyszergyáraknál maradt. Amikor pedig fölmerült, hogy az oltóanyagok receptjét szabadon hozzáférhetővé kéne tenni, nem pedig szabadalomként kezelni, akkor ezt épp a gyógyszergyárak és ezen alapítványok gáncsolták el a legerősebben. És hogy hogy jön mindehez Davos és a világgazdasági fórum? A stakeholder kapitalizmus jegyében még a 2017-es Davosi konferencián alakult meg az a CEPI névre hallgató megacivil szervezet, amelynek nagy szerep jutott a vakcina fejlesztés koordinálásában, illetve a vakcina elosztó COVAX hálózat létrehozásában az Egészségügyi Világszervezet égisze alatt. Ahogy a politikó és a Divert gigantikus oknyomozása feltárta, mások mellett a Cepi és a Bill és Melinda Gates alapítvány központi szerepet játszott abban, hogy a vakcinák receptjei ne szabadon hozzáférhetőek legyenek hanem cégek szellemi tulajdonát képezzék. Ami szegényebb országok lakóinak millióit zárt el a gyors védelemtől, ezzel közvetve hozzájárulhatott újabb mutáció kifejlődéséhez, illetve a járvány elhúzódásához. Hasonló példákat ezer lehetne még hozni a klímaváltozás, az online megfigyelés, vagy a gazdaság egyéb területeiről. A világgazdasági fórum által képviselt kormányzati és szakpolitikai szellemiség mindig ugyanazt hozza, a nagyvállalati érdekek profitszerzési törekvéseit segíti elő, kormányzati és problémamegoldási törekvések leple alatt. És ebben semmilyen okkült összeesküvés elem nincs, így működik a demokratikus kontrollt vesztett társadalomból kiágyazódott kapitalizmus legkésőbb az 1970-es évek óta. Ebben semmilyen Klaus Schwabhoz vagy Davoshoz köthető specifikus elem nincs, ez pusztán csak egy kedélyes networking alkalom a rendszer kedvezményezetjei számára. Már látom persze a komment szekcióban föltűnő megjegyzéseket arra vonatkozóan, hogy hogy lehet amellett érvelni, hogy az állam demokratikusabb, mint bármely magáncég, hiszen elég csak a tekintenünk. De igen, Akármennyire is kiábrándító, a magyar állam működésére mindig sokkal inkább van ráhatásunk, mint akár az OTP, a MOL vagy a 4 működésére akármennyire is kiábrándító a politikai helyzetünk a szavazatunkkal, a szervezkedésünkkel, a megmozdulásainkkal, még mi mindig inkább tudunk hatni arra, hogy milyen irányt vegyen a magyar kormány, mint arra, hogy Csányi Sándor, vagy Jászai Gellész, vagy bármelyik más tőkés milyen ágazatokba fektessen be, mire költse az extra profitját. Plusz egy, a világ megismerhető és csak is így változtatható meg. Közhelynek tűnik, de a világ valóban egy bonyolult hely, ahol elsőre átláthatatlanak tűnő folyamatok, bonyolult a határozza meg azt hogy hogyan éljük az életünket. A bonyolultság és az ebből következő átláthatatlanság miatt pedig sokszor jogosan érezzük magunkat erőtlennek, jogosan érezzük azt, hogy egész egyszerűen semmi befolyásunk nincs az életünk alakulása fölött. És ilyenkor jönnek azok a sarlatánok, akik ezeket a bonyolult folyamatokat fajék egyszerűségű magyarázatokra szűkítik le, és egy személy felelősöket, titkolt szándékokat lepleznek le csak hogy ezzel épp azt akadályozzák meg, azt lehetetlenítik el, hogy vissza tudjuk venni a rendelkezést a saját életünk fölött. Igen, a világban a gazdagság és a hatalom nem egyenlően oszlik el, és igen, tagadhatatlan, hogy akinek több a pénze, nagyobb a hatalma, az jelentősebb befolyással bír a világ folyamatainak alakítására. Csak hogy az emberi testünket és lelkünket, a természetes környezetünket és a szervezet közösségeinket nem egy maréknyi gonosz ember teszi tönkre, hanem az a komplex társadalmi és gazdasági rendszer, amely a testi erőnket elcsatornázza, a természeti kincseinket elszipolyozza, a lelki tartalékainkat feléli, és amely egyenlőtlenségeket teremt ember és ember között szélsőséges, magyarázhatatlan, védhetetlen egyenlőtlenségeket. Ahhoz, hogy ezt a rendet meg tudjuk változtatni, ellenhatalmat kell képeznünk, de ehhez meg kell értenünk a rendszer működését, a valódi mechanizmusokat, ami nem az emberi gonoszság, hanem a tőkés felhalmozás logikája. Enélkül csak szilmalmakkal fogunk harcolni, amiközben a rendszer nyertesei, köszönjük szépen, de továbbra is kurva jól el lesznek.